Dead Rising 2, Case West. Ez két értelemben is érthető ez az alcím. Hello mindenkinek, ez itt a Game Archivum legújabb végigjátszása, egyben a Dead Rising 2 exkluzív DLC végigjátszások folytatása. Staci jelentkezik, és természetesen a Dead Rising 2 Case West című DLC exkluzívval fogok foglalkozni, ami mondtam, hogy kétértelmű, mivel a történet szerint Fortune City-től nyugatra van egy Finotrans gyár, ahol éppen készítik az Zombrex-et, és ugye ott valami történik, mert van Frank Westnek egy beépített embere ott, aki próbál nyomokat keresni és segíteni neki. És ugye emlékeztek, mondtam, hogy a kánonbeli befejezés az úgy van, hogy az megzombult TK-vel együtt csak beragad a liftben, mielőtt még evakuáció alatt, és természetesen Frankkel együtt összekaröltve összedolgoznak nagy nehezen, hogy kiderítsék, milyen sötét, titkos rejtelmek vannak a Finotrans gyár falai mögött. Igen, annyit kell még tudni a játékról, hogy emiatt készült el az Off the Record, mivel ez az egyik DLC, exkluzív DLC, amiben már a kooperatívot is támogatja a játék, mivel a Case Zero-ban annyira rövid, hogy ott nincs kooperatív támogatás, itt viszont van, de sajnos Frank Westet csak a második játékos tudja irányítani, úgyhogy ez egy picit szomi, csak Chuckot fogjuk tudni irányítani. Nekem ez nem tetszett. Ez is 2010-ben készült, tehát egy időben készült a Case Zero után, rögtön, és akkor lehet joinolni másokhoz, és akkor így lehet becsatlakozni a játékba, és akkor én leszek Frank West, hogyha valaki már játszik Chuckként. Igen, visszatér az első részből ismert képkészítés fényképezőgéppel, de úgy mondottam az előzőnél, hogy nem kapsz PP bónuszokat a lekapott képekért, hanem a PP stickereket tudjuk lekapni, és azért 1000 PP-t fogunk kapni. A leaderboard ugyanúgy működik, mint ahogy az előzőnél is. Achievementek ugyanannyi van, 11 single kampánnyal, és egy darab, amit csak kooperatívban lehet begyűjteni, úgyhogy én nem megyek arra rá. Nézzük a How to Play-t, ugyanazok a leírások, ugyanazok a dolgok. Igen, a Fortune City masszív kitörés után játszódik a Case West, Chuck Green és Frank West csapatá alakulva megpróbálják hatástalanítani a Finotrans gyárat. Nekik be kell menniük, be kell hatolniuk a titkos Finotrans gyárba. Próbálnak bizonyítékokat gyűjteni arra, hogy Chuck Green nevét megtisztítsák. Mivel még mindig az van, ugye, hogy nem tudta bizonyítani Chuck Green, hogy ő okozta a Fortune City kitörést, mert mindenki úgy gondolja, hogy Chuck okozta az egészet. Tehát annál a befejezésnél, ahol meg tudtuk volna csinálni, hogy megtisztítjuk a nevünket, itt ennél a verziónál sajnos nem tudjuk, mivel ugye csapdába estünk, és ezért nem tudjuk megcsinálni, hogy megtisztítsuk a nevünket, így a Green kitörést fogják majd elnevezni rólunk, hogyha nem teszünk ez ellen valamit. Ugyanazok az irányítás, ugyanaz, B-vel felveszed a tárgyat, X-el ütsz apait, anyait. Megtámadnak minket, akkor étellel, italat tudjuk növelni a HP-nkat, illetve nagyon sok felfedezni való van a gyárban, amit a tutoriálokkal segítségével lehet nézni. Igen, itt már ugye a kooperatív privátságot lehet beállítani, hogy privát módban, tehát csak aki velem van, az tud csatlakozni, a barátok közt tudnak csatlakozni, illetve nyilvánosan, hogy bárki tud csatlakozni. Hát, én privátra alakítom át, mert innenkor már senki nem tud joinolni, és én adhatom meg, hogy ki csatlakozzon. A tutoriálokat benhagyom, a feliratokat benhagyom, az irányításnál fölállítom a stick sensitivity-t, vibráció kikapcsolva, a többit mint hagytam, vizuálisak azok megmaradtak, a hangeffektek is megváltoztak, audiónál a háttérzenét levesszük, így mi, hangeffektek maradnak, illetve a stáblista. Igen, ja, és úgy képzeljétek el tőlem ezt a végigjátszást, hogy először tolom én magam ezt a játékot,
Tehát láttam belőle videókat, láttam belőle végijátszásokat, nagyjából vágom, még mindig ajánlom Recommended Plane-nek a step-by-step guide bemutatóját, ahol szintén megmutatta, hogy hogyan lehet 50-es szintűig felmenni, hogyan lehet megmenteni az ottan lévő tudósokat, illetve hogyan lehet a kombó fegyvereket alaposan használni, illetve az 1000 zombit kiiktatni, illetve természetesen a biztonsági kamerák, a zombi torlaszolókat, handleröket, a katonákat, a biztonsági öröket, illetve a hazard egységeket szétszedni. Na, kezdjünk egy teljesen új játékot. Toljuk. A méhecskék, ezek a paraziták. Dél-Amerika, ugye a Santa Cabezában, ott tört ki. Ugye Carlito okozta az egészet. Carlito és Barnaby Dokival ugye készítették el ezeket a darazsakat, és ebből lettek a paraziták. És most már Las Vegasban is, Fortune Cityben is, és ugye most a Fortune City kitörés Chuck Greenre adták. Vagyis hát azt hiszik, hogy Chuck Green okozta az egészet. Na. És akkor itt a kánonbeli, nem kánonbeli befejezés, de ennek a játéknak a kánonbeli folytatása a második rész után. Ugye az megzombult TK-vel hadakozunk. Egyébként az alapjátékban több zombi is volt ott, de most nyilván emiatt csak őt rakták bele. Ja, mi nem adtunk neki Zombrexet, azért zombult meg természetesen. És micsoda antré! Never did like that damn show. Szia, Frankie! You look familiar. Hey, you must be. Hey. You're the one who's all over the TV. They're saying you caused all this. That's bullshit. Nate. Aha, a finotranszesek. You know, they're vigilantes out for your head. Egyébként Frank miért nem hisz neki már rögtön az elejétől fogva, mivel ő is már átesett ugyanezen a létrán. Oké, okay, nem hárították rá, hogy ő okozta az egészet. De ő sem hisz semminek, ami a tévében van. Phenotrans are the ones who killed thousands in Fortune City, thousands in Vegas. They're the ones who killed my wife. Igen. And they're the ones who killed Rebecca. Rebecca. Igen, ő ismerte, mert a képregényben ő találkoztak. Ő is halott, így van. Ugye Sullivan ölte meg. Aki egy finotranszes ügynök volt. Ott megy az evakuáció. I've got to clear my name. You don't have time for that. They're gonna blow this place to hell any second. Bármi, ilyen felrobbantják az egész. Az egész kecót. Look. Van egy ötlete. Van egy forrása, egy beépített forrása, ami innen nyugatra van egy gyárban. Innen jön a nyugati ügy. Már Rebekával is már felkeresték a helyet, és akkor ezzel a helikopterrel oda repülnek majd. Look, buddy, I didn't do it, all right? What are you looking for, a big story, some way to get yourself back in the limelight? Oh yeah. Is that what you think? There's a hell of a lot more to it than that. Ja, igen, valaki nem tudná, már az első részben is már megzombult. Frank West. Yes. Na. Looks good. Let's go. Akkor a szellőző rácson keresztül be az ellenség szívébe.
investigative work. Tovább nem tudom menni. Get your ass out of my face. Back up. You're too close. I said drop it. Consider it dropped. At least it was a soft landing. Puhára estünk. Na. És igen, lehet látni, hogy Frank most túl kell élni. Lehetett látni, hogy Frank alatt nincsen életenergia csík, tehát nem kell velük vele foglalkozni. Ő ugyanolyan karakter, mint a Bioshock Infinite-ben Elizabeth, hogy ő rá nem kell vigyázni, mert ő tud vigyázni magára. Neki alapfegyvere a baseball ütő, más fegyvert nem tudunk odaadni neki sajnos, meg cserégetni sem tudunk. Viszont a statokra menjünk rá, és nézzük meg, hogy mivel állunk szemben. Jelen esetben 40-es szintű vagyunk, tehát akkor 10 szintet tudunk ugrani az 50-esre, így kapunk majd a csimentet. 3-as szintű támadás, 1 alapsebesség, 6 életcsíkkal rendelkezünk, nyilván ezt tudjuk sztornózni fölfele 10 szintlépés után, 6 cuccunk lehet most összesen, de legalább most 2-szer annyival erősebbet tudunk dobni, mint a Zero-ban. És eddig minden egyes a másik részből ismert összes cuccot ismerjük, illetve egy Y-gomba meg tudjuk nézni Franknek a képességeit, hogyha esetleg valaki Frankként játszik, kooperatív módban. És nem singleben. Na, backdrop, igen, ez az alap, jump kick az alap, DDT, ez a backdropnak az előre haladós verzió, crumb stomp, ez a taposás. Jobbra vasz és A, előre rúgás, jobbra vasz, start és X, dodge roll, basztik ez lenyomva, igen, double leg drop kick. Aha, igen, ez a könnyebb landolás, dupla rúgással. Foot sweep, ez a körbepörgő rúgás, gáncsolós körbepörgő rúgás. Eldob drop, ez az. Ugrás és jobbra vasz X. Uh-huh. Oké, okay, nekem ez kell. Ezt kell használnom. Haymaker, field goal. Igen, smash. Igen. Powerbomb. Igen, jó, nekem az elbow drop kell, igen, jump then hold RTX X. Ezzel tudunk haladni most itt a tömegben. Jó, notebook, igen, itt most Franket tudjuk. He covered wars, you know. Meg az is nagyon jó, hogy TJ Rotolo bevállalta szintén a szinkrodint is. Baráti lista nyilván az én barátaim listája, help és options. Kombó kártyák, na nézzük meg mi van. Drill Bucket, Freeze Bomb, Hail Mary, Dynamite, Snowball Cannon, Blazing Aces, Plate Launcher, Flamethrower, Ripper és Laser Sword. Oké, okay. Szépen haladunk. Ja, pénz nincs, mert hát nyilván nem tudunk egy üzemi gyárban. Addig kell pofozgatni őket, amíg ki nem nyílik a hátsó ajtó, és még többet kapunk az arcunkba. Vissza hátra. Be kell mennünk majd egy szobába, ahol az adminisztrációs pult van. Igen. Na, most van itt egy tutorial Frankkel kapcsolatban, hogyha a single playerben tolod. Csak mellett harcol Frank. Ja, tudunk adni neki fegyvert. He'll be able to use any weapon you find. Approach Frank with the weapon and hand the press B to give it. Ja, mégis tudunk adni neki? Na, akkor majd karabét majd adjunk neki, és akkor majd hátulról középen fedez. Igen, és itt mutatja a harmadik, hogy ő tud vigyázni magára, mert számára ez a zombikkal való találkozás, ez nem első alkalom, úgyhogy ennyi, nem kell vele foglalkozni, csak a fegyvert adni a kezébe. Ez így tök jó egyébként. Escape through the container. Ki a konténerből? Hoppá! És akkor itt tovább. Nyissuk ki! Azaz. Jó, guide arrow, a szokásos. Be kell mennünk a könyvelő irodába, tehát be kell mennünk oda az operába, ahol a küldetéseket tudjuk felvenni. Igen, a nyilakat tudjuk használni, és akkor van lesznek különböző küldetések, amiket ugye ki tudunk választani. Ennyi a shipping office.
Kicsarakás! Anyád! Köszi! Köszi, Franky! Oké? Igen, maintenance room ugyanúgy működik, ahogy szokott. Nézzük, mi van itten. Gránát, meg futball. Ezzel lehet Hail Mary-t csinálni. És abban a pillanatban, hogy összeraktok, akkor majd dobjuk a zombikra. Yeah, this works. Kaja kéne még. Meg megmutat... Igen. Meg... ugye a PP stickerekkel ugye lehet izé lekapni fényképezőgépet, az nyilván az kell. Még nem tudom pontosan, hogy működik, mondjam, nyilván kapunk majd a tutoriált hozzá. Ó, Heavy Ration, izé, ezek jók lesznek. Na, ott van egy biztonsági kamera. Ezt le kell lőni. És akkor ebből még 46-ot kell. 150 PP bónusz kapunk ezért. És összesen 46 kamera van. És ezért, ha az mind megvan, akkor kapjuk az acsit. De mondom, én arra nem megyek rá. Tehát most ez nem százszázalékos, hanem csak a sztorim akarok végig menni. Most csak egy csávó. Aha, csak képzeled, hogy egy. Hey, buddy! Who the hell are you? Listen, you just keep quiet, all right? We don't want to hurt. Frank arca a legjobb. Úristen! Igen, ezek Zigzauer gépfegyverek. Hopp, kifogytam. Hát ezt nem ezt akartam. Ah, pityó, add ide a pityót. Oké, megvan az egyik. És megvan a másik. Ennyire fárasztó volt? Hát mondjuk... Ja, igen, most jönnek a poénok, hogy izé Frank azé öreg. Meg felszedett egy kis sút. Ja, tényleg kiengedtek a zombikat. Valaki beszél velünk. Na, vajon ki lehet? Szavasz Frank és a haverja. Lehet, hogy ez a forrása. A besúgója. És ráadásul dolgozik a Finotransnek, azért van ilyen engedélye. He started the outbreak to distract security and unlock the doors. Look, for all you know, this could be a big setup. Ó, kapjuk a térképet. It's a map. Check it out. Harvesting room, refrigerated containment, bio-waste disposal? What the? Look, he says he can hack into the secure networks if we can enter these access codes. Then he'll download information about this place. Security footage, facility designs. Keresnünk egy számítógépet, ahol a kódokat le tudjuk tölteni, és akkor több információt tudunk gyűjteni. De közben minket figyelnek folyamatosan, vagyis hát ez a besúgók figyel minket. Ez jól lehet látni, ez három ügyes, ez több ügyből áll, és nincs olyan, hogy mi magunk dönthetjük el, hogy mi hova megyünk, hanem itt most már tényleg így fő gerinc küldetés van. Na, és akkor megvan az első mentés.
ugye most az első, hogy második része következik, az engedélykódok begyűjtése. Na, és most kapunk tutoriált magáról az ügyről. Próbálnak információt keresni a Frank besugójának a segítségével. Az ügyeket az adott menüben tudjuk megnézni. Folyamatosan ezeket teljesíteni kell, hogy a sztorit azt kikerekítsük magunknak, illetve próbáljuk azt elérni, hogy Chuck be megtisztítsa a nevét, illetve természetesen Frank begyújtsa a maga sztoriát. Igen. Idő is dolgozik ellenünk, mindig figyelni kell az óránkat, és természetesen mindegyiknek van egy saját időlimitje, hogy itt most részletesebben belementek abba, hogy mi hogyan működik, hogy amikor fehér csíkos a jelző, akkor ahhoz több mint 4 óránk van. A sárga az 4 óra alatt van, a piros az 2 órán belül, illetve 1 órán belül a villogó piros. Szóval így kell figyelembe venni a dolgokat. You should be proud Great. To be a part of critical medical research necessary to maintain our way of life. Oh, Marion beszél itt. Benem áll a szája. Jó, vegyünk fel cuccokat, illetve vegyünk fel egy zseblámpát, ami nagyon fontos lesz, mert lesz egy olyan fegyver, amire nagyon rá akarok hajtani. Illetve Fino Trans Casual Wear, Default Closes, itt tudjuk az alapruhánkat felvenni. Igen, ez itt a mentőszoba. Mindjárt mentek egyet, csak nekem valami nagyon fontos dolgot kell még megnéznem. Hopp, rossz gomb. Van itt szóda, ami igazából fun fact, Pepsi Cola, nem reklám. Ó, ott van, becélzol, sima tárgya becélzol, és jobb vágombbal lehet előkapni a fényképezőképet. Digi cheap disposable camera. Smooth. Hoppá! Oda néz! Journalist suit. Frank is back. Huh? Emlékszel még a régi ruhádra, Frankie? Emlékszel? Na, erre akartam rámenni. Úgyhogy innentől így fogom tolni a játék további részét. Na, most már folytassuk normálisan. És akkor irány a loading bay. És akkor nézzünk szembe a dolgokkal, amiket itt látunk. Igen, és innentől veszi kezdetét a kooperatív mód, hogy az options menüben ugye beállíthatjuk a privációt, illetve a jobb D-paddal tudjuk a kooperatív módot elindítani, és akkor mind már ketten is tudjuk együtt tolni az egészet. Zombie handlereket hallok. Bekapok egy szenyát. Mind your own damn business. Célzások, amíg lesznek nice problémáim. Ó, gránát! Be van zárva. Itt van egy cementvágó. Lefelé kéne haladnom egyébként. Nem
Nekem sokkolókra van szükségem. Nem is ezt, hanem ezt. Másik irányba kell mennem. Tehát ott, ahol bejöttem. Ez a másik oldal a loading bay felé, ott még le is lehet menni. Aha, ők kellenek nekem. Au! Ez kell, meg ez kell. Várjunk, te kifogytál? Akkor lőfegyverből ki tud fogyni. Ez mondjuk nem tetszik. Mindegy, ha így tudom megoldani. Van egy Hail Mary-m. Ez főleg erre való. 2500 P-t lehet gyűjteni velem. Oh yeah! Sokkolóval könnyebben lehet leszedni a izéket, a katonákat. És akkor nem fog, úgy, hogy nem fognak visszatámadni. Ez főleg ez azért jó. Meg zombi handlerök is vannak. Eddig kettő van, és ebből azokból 10-et kell szétszedni, hogy meglegyen az achievement. Ennyi. Aha, van itt egy kasza, az jó. De majd ez máshol kell majd használni. Na, ennyit erről. Na, és akkor mi van? Van nálunk itt fúró, meg vödör, meg cementvágó. Illetve kell a takarító. A Zeppelin Shine. Padlócsiszoló. Igen, kaptunk egy scratch kártyát. Majd ezt majd szintlépéssel tudjuk csinálni. Aj, de el kellett spoilerezni egy nagyon jó fegyvert, az Impact Blastert. Ezért kell a BFG.